Ha őseink is elszaladtak volna, valahányszor nehéz idők jöttek, ma üres lenne ez az ország. Ünnepi beszédében többek között Vas Albert írószavait idézte Bordács József FAD polgármestere. A településen a helyi római katolikus templomban tartottak megemlékezést az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából. Én azt gondolom, hogy a 48-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünk, akkor elsősorban a hazaszeretet, a mérhetetlen bátorság, és az összefogás jut ez eszünkbe, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos üzenet a mai kor számára is, és a mai fiatalok számára is, mindannyiunk számára, én azt gondolom, akit itt élünk Magyarországon és a Kárpát-medencébe. A polgármester hangsúlyozta, hogy rendkívül fontos a nemzeti összefogás, hiszen csak így fejlődhet, gyarapodhat tovább a magyarság. Ez a forradalom és szabadságharcnak, a mai társadalomnak ez a legfontosabb üzenete, és bízzunk benne, hogy a következő években, évtizedekben a mai fiatalok is ebbe az irányba indulnak el. Faddon az ünnepi műsort követően Rostás Jenő István plébános szentmiséjén vehettek részt a megemlékezők.